Kecskemét virágosításáról, fai és csemeteültetésről beszélt Szemerei Pataki Klaudia a rádió egy gongnak adott interjújában. A polgármester részletezte, április elejétől nyolc körforgalom fog megújulni, ahová összesen mintegy tízezer növényt fognak telepíteni. Találkozhatunk majd levendulával és rózsával is. Szemerei Pataki Klaudia azt is elmondta, hogy a városháza előkertjeiben elkészültek a virágosítással, most a hátsó részben folytatódnak a fa és cserje állomány frissítések. A főtér teljes egészen meg fog újulni a Rákóczi úttal együtt, több ezer új növényt, évelő növényt, szárasságtűrő növényt fog kapni a belváros ezen területe.